Diákpénztárcával egyébként is nehéz megfizetni a jogosítvány teljes költségét, viszont a fiatalok többsége találkozott azzal a szituációval, hogy őt vagy ismerősüket a vizsgabiztos csak boríték fejében engedte át a forgalmi vizsgán. A fiatalok számára ez a szituáció gyakorlatilag alapként van jelen a köztudatban. A Mi Hazánk mozgalom ennek a problémának a orvoslására azt javasolja a magyar kormánynak, hogy hozzon létre a Fogyasztóvédelmi Hatóság mintájára egy állami szervezetet, amelyhez ilyen vagy hasonló szituációkban tudnak fordulni a fiatalok. Azokat a vizsgabiztosokat, akik fizetési elvárást támasztanak a vizsgaköltségen felül a fiatalokkal szemben, azokat eltiltanánk foglalkozásuktól.